egyre jobban beleélem magam a táncokba, és egyre jobban átérzem a zenét, a lépéseket, a forgatásokat. Az évek során ez az izgalom inkább átment egyfajta örömbe, hogy jaj, de jó, hogy most megmutathatjuk, mivel készültünk, mivel dolgoztunk annyira sokat. Az ütőterembe bemegyünk, nekem maga a harmónia jut eszembe, tehát hogy itt nyugalomban, annak ellenére, hogy milyen hangos hangszerek vannak azért. Igazából bármit csinálok, pakolászok, vagy tanulok, vagy bármit, tényleg bármit csinálok, én mindig elkezdek dudarászni közben, énekelgetni közben. Ébresz fel, ha itt vagy, lehet elalszom, az ölelésed ismét én ki nem hagyom. Orsi, hogyan kapcsolódtál te a Mazsoret csoportba? Én óvodás voltam, amikor a nővérem elkezdett járni Mazsoretre, és ugye rendszeresen jártunk a szüleimmel az újévi koncertekre, tesóm fellépéseire, és nekem is nagyon megtetszett ez a fajta tánc, és így úgy döntöttünk, hogy akkor én is elkezdem. Mi az, ami megtetszett igazán benne? Láttam, hogy tesóm nagyon jól érzi magát ebben a közösségben, nagyon jó barátokra talált, illetve szerintem ezek a forgatások, a szalagok, az zászlókkal nagyon fel lehet dobni egy koreográfiát. Hogyan látod saját magad, hogyha visszatudsz gondolni arra a kislányra, aki annak idején a csoportba lépett? Rengeteget változtam, azt én is észreveszem. Nyilván én is mindig visszanézem a videókat, hogy kezdtem, és hogy folytattam, és hát igen, itt a vége felé már szerintem. Ami a legnagyobb változás szerintem, hogy egyre jobban beleélem magam a táncokba, és egyre jobban átérzem a zenét, a lépéseket, a forgatásokat. Elengeded magad, mondhatjuk így is. A te eseted egy kicsit speciálisabb, mint a többieké, hiszen a nővéred is ugye mazsorettezett, és te még úgy mazsorettezett, hogy a húga szintén mazsorett tag volt. Vannak ilyenek ugye a csoport történetében. Milyen volt, amikor már együtt táncoltál vele, tehát a koreográfiákban közösen? Már több koreográfiában is táncoltunk együtt, de a spanyol volt az első, hogy teljesen véletlenül pont párba is kerültünk, és hát igazából nekem úgy ott akkor az a tánc az egyik kedvencem is volt, mert nagyon élveztem, hogy a tesómmal táncoltunk együtt, és hát amúgy anyának is sokkal könnyebb volt mindkettőnket megtalálni a színpadon. Hát az egy nagyon szép emlék, és az is maradt szerintem. Mi az, amit kaptál a csoporttól? Hát nagyon szép és vidám, vicces pillanatokat. A táborokat, mindegyik tábor egy élmény volt számomra. Új forgatások, lépések, új koreográfiák, azok a pillanatok, amikor mi alakítottunk, vagy mi találtunk ki egy új táncolt koreográfiát. Hát tényleg nagyon szép és vidám percek. A táborban oda is teszed magad azért, hogyha mondjuk elfáradnak a lányok, te gyakran motiválod őket. Itt van ez az egy hét, és tanulják meg, mert most van lehetőség erre. Ugye utána ebből lehet majd építkezni. Milyen, amikor ti alakítjátok a táncot? Van-e most egyáltalán ilyen tánc? Tervezünk egy világítóbatos táncot az újévi koncertre, mivel most lesz a 20. újévi koncertünk. A lányok most a háttérben pont azon dolgoznak, és hát reméljük, hogy majd a közönségnek tetszeni fog. Melyik tánc stílus áll hozzád közel?
Szeretem a kicsit modernebb táncokat, a szamba lépések, vagy most tanultuk a csacsacsát, és hozzám inkább ezek közelebb állnak, mint az indulók. Szoktál énekelni, itt a csoporton belül is azért a lányok szeretnek hallgatni téged. Ez az ének szeretete honnan jön? Hát ez is igazából kiskoromból. Nálunk a családban igazából mindenki nagyon szeret énekelni. Például, hogyha valahova utazunk, akkor hát mindig a kocsiba hangosan szól a rádió, és együtt énekel a család. Tehát tényleg anya, apa, tesóm és én is nagyon szeretünk énekelni. Anya kiskorunkban nagyon sokat énekelt nekünk, és hát igazából innen ered ez a zene szeretet. És az éneket nem gondoltad annyira komolyan, hogy mondjuk azzal menjél tovább? Nagyon szeretek énekelni, voltak is terveink, hogy esetleg magánének tanszakon folytatom, de nem gimnáziumban, hanem zeneiskolában. De már olyan sok programom volt, hogy sajnos ezt már nem tudtam beiktatni a mindennapjaimba, úgyhogy így otthon nagyon szívesen énekelek a családomnak, meg esetleg egy-két éneklés fellépés szokott adódni, és ott nagyon szívesen szerepelek. Meg hát én tudom rólad, hogy azért sok iskolai rendezvényen is hozzád is igazították mondjuk a műsorszámokat, mert gyönyörű szépen énekeltél már akkor. Erről milyen emlékeid vannak? Amikor tudod, hogy most bele kell adnod mindent, ki kell ereszteni a hangodat, és a szívedet, lelkedet bele kell tenni, ezek a pillanatok azért hiányoznak az énekléssel kapcsolatban. Úgy szeretnék hűs hajnalon lelked mellett kelni, szemed csillogására csak szótlanul felelni, lassan nyíló fák alatt álomba szenderülni. Orsit 3 éves korom óta ismerem, együtt jártunk óvodába, aztán általános iskolába, középiskolába. Ő máshol folytatta tanulmányait, de a barátságunk ugyanúgy megmaradt. Orsi egy nagyon kedves és megbízható lány. Nagyon sok mindent meg lehet vele beszélni, és nagyon sok színű is. Mindenben megtalálja a helyét. Nagyon sokat motivál minket, és amikor már fáradtak is vagyunk, próbál minket győzködni, hogy még csináljuk, meg tudjuk csinálni. Gyakran van úgy, hogy csak fogja magát és elkezd énekelni? Igen, nagyon sokszor van, hogy elkezd énekelni, és van, hogy mi is bekapcsolódunk. És akkor hozzuk a kicsiket is, és ők is. Miket szoktatok általában? Milyen dalok ezek? Hát igazából nagyon változó. Van, mikor a mazsorez zenéinknek a számait kezdjük el énekelni. Úgyhogy úgy általában mindent. Vagy úgy, hogy mazsorettesztek, és közben táncoltok és énekeltek. Olyan is szokott lenni sokszor. Emlékszel el kis házunk roskadó falára, poros tornácára és a tücsök dallamára. Az újévi koncert mindig kiemelt helyet foglal a mazsorett történetében, a mazsorett tanévében. Ezt te is így gondolod? Igen, mindenképpen. Hát ez az egyik legfontosabb fellépésünk az évben, és hát a nyári táborok alkalmával is. Erre a fellépésre készülünk a legjobban az évek során. Ez a legnagyobb volumenű fellépésünk. Mi teszi ilyen varázslatossá ezt a fellépést? Ha készítünk új táncokat, általában mindig itt mutatjuk be azokat, majd most is lesz egy-két meglepetés, illetve itt új ruhákat is kapunk általában az újévi koncertek előtt, és ilyenkor a sminkre is nagyon odafigyelünk, ilyenkor előtte sürög-forog mindenki az öltözőkben, sminkelik egymást a lányok, sminkeljük egymást, és hát amiben lehet segítünk egymásnak. Milyen, amikor a színpadon táncoltok? Hát egészen más, ugye itt van ránk világít a reflektorfény például. Melyik a kedvenc fellépésed, hogyha így az összeset végig tudod pörgetni magadban? Hát, hogyha itthon vagyunk Magyarországon, akkor nyilván az újévi koncert, mert tényleg ez a legnagyobb
fellépésünk, de én egyébként a külföldi fellépéseket szeretem a legjobban, mert jó azt látni, meg érezni, hogy igenis más országokban is érdeklődnek irántunk, és szeretettel fogadnak. Kislányként milyen volt az újévi koncertet megélni? Hát kislányként szerintem izgultam eléggé, hogy jaj, hogy most mekkora közönség, meg mennyien vannak ott, és hogy mindenki minket fog nézni, de nyilván vágytam is de ez az évek során ez az izgalom inkább átment egyfajta örömbe, hogy jaj, de jó, hogy most megmutathatjuk, mivel készültünk, mivel dolgoztunk annyira sokat az évek és a táborok, próbák alatt. Ilyenkor, amikor itt vagy az újévi koncerten, biztosan elkísérnek téged. Anyukám, apukám, szomszédnénink is szokott jönni, vagy egy bácsi, aki régen nagyon sokat vigyázott ránk, illetve a testvérem, és pont, hát nagyon furcsa lesz, mert eddig a testvéremmel mindig együtt sürögtünk, forogtunk az öltözővel, és most az első alkalom, hogy ő nem lesz ott velem a színfalak mögött. Fekete Orsolya lett a 2019-2020-as tanévben az év mazsorettje. Milyen érzés elnyerni ezt a címet? Hát nagyon jól esik, főleg azért, mert igazából a csoporttársaim szavaztak meg, és ez boldogsággal tölt el, és tényleg akkor ők is úgy gondolják, hogy megérdemeltem, és hát ők úgy gondolják, hogy megérdemeltem, és hát igazából az elismerés tőlük esik a legjobban. Mi az, ami miatt valaki egy év mazsorettje lesz? Hát szerintem az első és a legfontosabb, hogy mindenképpen oda kell tenni magunkat próbán. Tehát nem lazsálni, hanem már a próbán el kell sajátítani azokat a mozdulatokat, forgatásokat, lépéseket, mert ott rögzül, és utána fellépésen már nem kell arra koncentrálni, hanem már megszokottá válik az egész. 12 évet mazsorettezek már itt, és hát hosszú út volt ez biztos. Vagyunk a zeneiskola udvarán, és van külön egy helyiség, ami a zeneiskolához tartozik, ez az ütősterem, így hívjátok ti is? Igen, ütőterem. Ütőterem. Na hát igazából amióta zeneiskolás vagy, mióta is? Hát már ez a 13. évem. Az elsőben mindenki a szolfézsral kezdi, hogy ugye megismerje a hangokat, betekintünk a zene világába, akkor még népdalokat tanulunk, és utána, amikor már megvannak az alapok, akkor a gyerekek elkezdenek hangszeren tanulni. Én az ütőhangszereket választottam. Miért pont azt? Vagy azokat? Hát ez egy nagyon régi történet. Anyukám elvitt egy hangszerbemutatóra, és igazából akkor még Kozma Laci bácsi vezette ugye az ütőegyüttest, és hát nekem nagyon tetszett, ahogy ő vezeti. Nagyon vidám hangulat volt a színpadon, és ő nagyon lazán játszott mindig, de előttem van, hogy játszik a dobszerkón, és nekem az nagyon megtetszett az ő stílusa, hogy a gyerekekhez hozzááll, és akkor így eljöttünk egyszer ide hozzá, és akkor az volt a feladat, hogy eltapsolt nekem valamit, és vissza kellett tapsolni, és akkor mondta, hogy nyilván felmérte azt, hogy mennyire van ritmusérzékem, és akkor mondta, hogy rendben, akkor jöhetek hozzá. Ahogy teltek, múltak az évek, történt egy váltás? Igen, ugye közben Kozma Laci bácsi nyugdíjba ment, és utána Réka vette át az ütőtanszak vezetését. Apjáról lányáról röklődött. Igen. Milyen emlékeid vannak itt azért az ütős csapattal? Vegyes a társaság? Vegyes. Ugye, hát mikor kisebbek voltunk, akkor még nem voltunk benne az ütőegyüttesben. Először duóban játszottunk. Meleg Zsófi volt a duó partnerem. Most is ő?
Igen, vele jártunk ugye versenyekre, és utána szépen lassan bekerültünk a kamarazenekarba, nyilván ott még kisebbek voltak, és amikor már az első versenyünkre készültünk, akkor Laci bácsi azt mondta, hogy jó, most már akkor bekerülünk az ütőegyüttesbe, a nagyok közé, és nyilván azóta az ütőegyüttesnek a tagja vagyok. Milyen érzés volt, amikor a nagyok közébe kerültél? Hát nagyon-nagyon jó érzés, olyan felemelő érzés volt, és igazából, hát én úgy emlékszek, de szerintem Zsófi is azt mondaná, hogy mi nagyon féltünk egyébként megszólalni az ütőegyüttes próbákon. Még mai napig emlékszek az első próbámra, amikor bementem, egy Tequila című darabot játszottunk. Nem volt benne nyilván sok hang, de nagyon jó volt. Vannak kedvenc darabjaid? A kedvenc darabom az volt a címe, hogy a Hattyú, és vibrafonon játszottam zongora kísérettel, és nekem a vibrafon az egyik kedvenc hangszerem, és azt nagyon szerettem, ezt a darabomat. Illetve jelenleg is ugye készülünk az ütőegyüttessel majd koncertre, és hát most nagyon sok új dologba belefogtunk, nagyon sokféle hangszeren fogunk játszani. Többek között ugye a háttérben lehet látni néhány kukát, amire rá is van írva, hogy nem kuka, ugyanis azok hangszerek, és azokon fogunk játszani, illetve Amadindán. Milyen ütős hangszereken tudsz játszani? Már azért sokan soroltál fel. Igen, hát azért egy jó pár éve már ide járok, és jó sok hangszert tudtam kipróbálni. Hát a leggyakrabban talán marimbán játszok. Van ugye a vibrafon, szilafon, szoktunk nyilván dobokon is. Dobszarkón is előfordul, timpánézni gyakran szoktam, és most ebbe az évbe fogok először kongázni. Nagyon sokszor szoktam a kezemmel dobolni az asztalon, vagy a lábammal, és akkor volt olyan, hogy például egy dobolós darabunkat én eljátszottam otthonon csak úgy az asztalon, mert akkor nem tudom, unatkoztam, és az jött úgy, az jutott eszembe, és elkezdtem játszani, illetve hát nyilván régebben nem volt még hangszerünk, és akkor, amikor elkezdtünk járni, akkor úgy kellett otthon játszani, hogy letettünk egy könyvet a földre, és akkor volt már dobberőm, és azon kellett játszani, de szerencsére a szüleimtől kaptam egy hangszert, egy szilafont, egy négy oktávos szilafont, talán egyik karácsonyra kaptam tőlük, és azóta nyilván megoldódott a helyzet. Illetve a zeneiskola is, amikor készültünk versenyekre, akkor adott nekünk kölcsön hangszereket, hogy tudjunk készülni. Mi az, ami itt tart téged, vagy itt tartott eddig, vagy itt fog még tartani? Hogyha az ütőterembe bemegyünk, nekem maga a harmónia jut eszembe, tehát hogy itt nyugalom van, annak ellenére, hogy milyen hangos hangszerek vannak azért, illetve nagyon jó társaság, a társaság, az ütőegyüttes. Valamint én mindig szerettem fejlődni, és akárhányszor, tehát hogy nálunk gyakran volt olyan, hogy akár ilyen 3 órákat is egyhuzamba próbáltunk, esetleg egy 10 perces szünettel, és hogy addig nem adjuk fel sosem, amíg nem sikerül. És hogy ugye először nyilván lassabb tempóban kezdünk el gyakorolni, aztán mikor egyre gyorsabban, hogy elérjük azt a tempót, amit ugye a szerző kiírt a kottának a tetejére. Rengeteg fellépésem volt már itt, illetve mi itt szoktuk tartani a vizsgáinkat. Ugye 2 vizsgánk szokott lenni, az egyik a technikai vizsga, az az ütőteremben szokott zajlani, a másik pedig itt szokott zajlani. Itt egy
zongora kíséretes darabot szoktunk játszani, illetve duót, vagy mi gyakran léptünk fel itt az ütőegyüttessel is. Sok verseny előtt itt gyakoroltunk, úgymond itt voltak a bemelegítő fellépések, mielőtt ugye élesben ment volna. Most nem ül itt senki a nézőtéren, de akkor nagyon sokan szoktak itt ülni. Milyen érzés akkor itt állni a színpadon? Hát egyébként kiskoromban én annyira nem is izgultam még. De ahogy idősebb lettem, egyre jobban elkezdtem izgulni, és egyre jobban fontos volt a számomra, hogy igenis úgy teljesítsek, hogy leroncsom el, lebakizzak. Mennyire van jelen az életedben az éneklés? Igazából bármit csinálok. Pakolászok, vagy tanulok, vagy bármit, tényleg bármit csinálok, én mindig elkezdek dudarászni közben, énekelgetni közben. Ha egyedül vagyok otthon, akkor van olyan, hogy hangosabban is. Ha próbán hogyha... vagy mazsorett táborban, akkor is. Igen, ezt erről a lányok tudnának mesélni. És nekem ez mindig is jelen volt az életemben, és azt hiszem mindig is jelen lesz. Nyílnak lenn a rózsák, nem látlak köztük, várok rád, ha az kell, hogy egyesülhessünk. Ébredsz fel, ha itt vagy, lehet elalszom, az ölelésed ismét én ki nem hagyom. Mi az, ami belefér a mazsoretten és az ütőn kívül még az életedben? Én nagyon szeretek sportolni, nagyon szeretek mozogni. Sajnos arra már nem volt lehetőségem, hogy eljárjak edzésekre. Nekem egyik nagy vágyam volt, hogy kézizhessek egyébként. De részben azért sem fért bele, mert nem volt már rá időm, meg azért sem fér bele, mert nyilván vannak olyan sportsérülések, amik után nem tudtam volna folytatni az ütőt vagy a mazsorettet. És így hát választanom kellett, hogy akkor mit választok, de nekem még vannak olyan terveim, hogy hát ha esetleg egyetemen lenne majd lehetőség. Egy sportcsapat, egy kézi igen. csapat csatlakozni. Igen, emellett hát én szeretek futni, tornázni, röpi, foci is esetleg még volt olyan, hogy gimibe foci meccsekre jártunk. Nem mondom, hogy egy nagy futballista voltam, de azért a lelkesedés az hajtott minket, előre is csináltuk. Szeretsz-e utazni, kirándulni? Igen, nagyon-nagyon szeretek. Nyilván hát elsősorban külföldre szeretek nagyon utazni. Én mindig nagyon fel vagyok dobva, hogyha esetleg családdal vagy ugye mazsorettel mentünk külföldre, mert szeretek megismerni más kultúrákat, érdekelnek az ő szokásaik, elfoglaltságaik, hogy milyen az ő életük. És de emellett nyilván gyakran jártunk Magyarországon is több helyre, úgyhogy mindig találunk valami kis elfoglaltságot. Van-e kedvenc emléked, amely a legjobban megmarad benned? Igen, az egyik legszebb élményem, amikor Törökországba mentünk ki, cserediák programon voltunk, kint még általános iskolába, szerintem 7. osztályba mentünk mi ki, és 8. osztályba jöttek ők vissza hozzánk. Igaz, csak egy hetet voltunk, de... Hol jártatok? Antalyán voltunk. Maga az, hogy ugye török gyerekeknél voltunk, ott éltünk náluk, ugye ott senki nem volt, aki segített nekünk elmagyarázni, hogy mi történt velünk, hogy mit szeretnénk, és magunknak kellett megoldani. Jó, nyilván napközben együtt volt a csapat, és mentünk ide-oda, de annyira összeszokott a csapat, hogy amikor itt voltunk Nyírbátorban, akkor már minden este valakinél összegyűltünk, jó sokan, és egyszerűen ki akartuk élvezni azt a két hetet, hogy minél többet töltsünk együtt. És ami még nagyon jó benne, hogy mai napig tartom velük a kapcsolatot, pedig már azért nem most volt. Nagyszerű. Milyen nyelven kommunikáltatok? Angolul beszéltünk. Angolul. Rá is térhetünk a jövőbeli tervekre. Hát igen, nekem most ez a nagy tervem, hogy fogorvos legyek. Debrecenbe szeretnék menni, ugye a nővérem is ott tanul. Már általános iskola végén tudtad, hogy mi szeretnél lenni? Vagy hogy milyen irányban akarsz tovább menni? Csak annyit tudtam, hogy engem a biosz és a kémia érdekel, és akkor innen elindultunk, és akkor olyan gimnáziumot kerestünk, ami ebben tud segíteni, hogy én ott maximálisan fel tudjak készülni az érettségire. Melyik gimiben jártál, Nyíregyházi? A Nyíregyházi Krúdi Gyula gimnáziumban jártam. Hogyha lenne három kívánságod, vagy jövőbeli terveid, ha hármat ki tudnál emelni, akkor mi lenne az?
Hát az egyik mindenképpen az, hogy nagyon szeretném elvégezni a fogorvosit és először is bekerülni az egyetemre. Nekem van egy olyan álmom, vágyam, hogy én nagyon szeretnék külföldön dolgozni, ha nem is életem végéig, de egy rövidebb időszakig igen. Igazából maradjon minden úgy, ahogy van. Most én így jól érzem magam. Mit jelent számodra Nyírbátor? Hát nyilván ez az a hely, ahol felnőttem. Ugye rengeteg barát, család, vagyis hát család annyira nem, mert igazából mi négyen élünk itt a családunkból, és nekünk más rokonaink nem laknak itt, de attól függetlenül, hogy mi úgymond így kívülállóként kerültünk ide, nagyon szeretett teljesen, és befogadtak minket ide az emberek, és ugyanolyan kedvesek velünk, mint egy olyan emberrel, akik már régóta a családfájukban a régebbi emberek is itt születtek, itt nőttek fel. Szeretnélek megkérni arra, hogy válassz egy színt. A kék. És akkor ahhoz adok egy kék borítékot. És nézd meg, mi van benne. Újrakezdés. Mi jut eszedbe erről a szóról? Akár van olyan dolog, hogy nem sikerül. Mert bárkinek előfordulhat az életében, hogy nem sikerül, bárki lehet rossz paszban. Nekem is volt olyan, hogy újra kellett kezdeni, fel kellett belőle állni, és igenis csinálni kellett tovább. Mi motivált akkor az újrakezdésben? Hogy elhiggyem magamról, hogy igenis meg tudom csinálni, neki kell állni, nem szabad feladni. Mert hogyha valaki valamit szerintem igazán szeretne, igazán akar, akkor igenis küzdeni el kell. Újrakezdéshez nagyobb bátorság kell szerintem. Igen, ezen én is. Ezt én is így gondolom egyébként. Köszönöm, hogy szerepeltél a műsorban, és örültem neked, és remélem, hogy fogunk még majd újra beszélgetni. Én is köszönöm. Adj egy pacsit. Fából készült, és nagyon nehéz darab. Nem tudtam. Nyilván volt olyan nekem is, mint minden embernek, hogy becsúsztak rossz ügyek, vagy hogy nem volt kedvem tanulni, és akkor nem készültem a dolgozatra. Milyen, amikor ti alakítjátok a táncot? Van-e most egyáltalán ilyen tánc? Jó, hát én tudom, hogy van, de azért, ha te elmondod, az még jobb. Igen. Boros tornácára és a tücsök dallamára. Nagyon gyorsan csettintettem! Nagyon gyorsan csettintettem!